Dr. Birinyi Péter gyógyszerész volt a vendége a Pécsi MCC legutóbbi rendezvényének. Kiváló teljesítménye által vált méltóvá a High Class jelölésre. Megtisztelve érzi magát, ugyanis különleges teljesítményt nyújtó olimpikon sportolók, művészek, tudósok között lehet ő maga is. Olyanok között, akik valamilyen maradandót hoztak létre. Engem azért jelöltek, mert én gyógyszerészként patikában ritka betegségekre állítunk elő gyógyszereket. Olyan betegségekkel foglalkozunk, ami Magyarországon is nagyon ritka, tehát mondjuk 1 a 100 000. Mondjuk van 10 beteg Magyarországon, vagy 100 beteg, és ezeknek a betegségekre próbálunk fejleszteni gyógyszert. Erre vannak nemzetközi irányelvek, amerikai irányelvek, európai irányelvek, vannak tudományos publikációk, amik megalapozzák ezeket a terápiákat. Mi ezeket a tudományos publikációk, irányelvek mentén fejlesztjük ezeket a gyógyszereket, és kérünk rá engedélyt a gyógyszerügyi hatóságtól. A High Class of Hungary egy társadalmi díj, mely a kiemelkedő magyar teljesítmény nyújtó embereket gyűjti össze. A budapesti szervezet szeretne minél nagyobb publicitást ezeknek a díjaknak, mondta Csehi Marianna, a High Class of Hungary ügyvezetője. Megmutatni a nagy közönségnek, hogy milyen sok kiváló magyar teljesítmény vesz minket körül, hogy mit nevezünk teljesítménynek, minden olyan alkotót vagy alkotást, akik a közösség szolgálatára az élet bármelyik területén valami nagyot alkottak. 2013-ban indult útjára a High Class of Hungary, akkor elsősorban a design, illetve a kreatív iparból emeltek ki kiemelkedő magyar teljesítményeket, de ahogy érett a díj, és egyre népszerűbb lett, úgy aztán bővült, és aztán egyre több területet találtak arra méltónak, hogy ez a társadalmi díjba bevonódjon. A társadalmi díj kapcsán a nagy közönség ajánlja a jelölteket. A szervezet nagykövetei ezeket az ajánlásokat átnézik, kialakítják a saját jelöltjeiket, akik lehetnek határon innen és határon túl is, tette hozzá Csehi Marianna. És a saját jelöltjeiket pedig szintén a nagy közönség elé tárják, megmutatják, és most október 1 és 20 között lehet szavazni, megismerni ezt a 25 jelöltet, akit idén 2024-ben kiemelkedő magyar teljesítményként szeretnénk díjazni, és a nagy közönség eldöntheti, hogy ki számára a legnépszerűbb. Az eseményen szó esett még a 25 jelöltről. Az érdeklődő közönség megismerhette, hogy ezek az emberek milyen teljesítménnyel váltak méltóvá a High Class jelölésre.